Jó estét kívánok, kedves nézőink, a konkrét mai vendégei Ferenczi Katalin, Ferenczi Fémipari Kft. Társ ügyvezetője és tulajdonosa, valamint Molnár Albert, a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara részéről, mert ugye elnökségi tag, illetve amivel foglalkozunk, a védjegyek és a védjegy alapító tagja. Hogy is született meg 4 évvel ezelőtt a kamarai védjegy? Jó estét kívánok! 4 évvel ezelőtt egy elit üzleti közösséget szerettünk volna létrehozni. Egy olyan üzleti közösséget, amiben olyan vállalkozások kerülnek be, akiknél nagyon fontos a minőség iránti elkötelezettség, és fontos az, hogy bizalommal legyenek egymás iránt. Erre pályázni kell erre a programra, tehát nem úgy adjuk. Ez egy 3 lépcsős pályázati szakaszon keresztül megy ez az egész védjegy program, és 1 évre adja meg ezt a kereskedelmi és iparkamara. Hogy fogadták a védjegyet, és mennyire voltak aktívak a vállalkozók? 4 évvel ezelőtt kicsit furcsán fogadták. Annyit azért tudni kell erről, hogy ez egy hosszú előkészítő szakaszon ment keresztül. Közel 4 évig terveztük ezt az egész folyamatot. Mindig voltak egy ilyen apróságok. És érdekes dolog az, hogy mi egy tökéletes programmal szerettünk volna elindulni. És talán ez volt az a millió, amiben ez a 4 év hosszú időnek tűnik. Aztán elindultunk, 2015-ben meghirdettük, és 46 vállalkozás nyerte el az első évben ezt a védjegy programot. Nagyon fontos az, hogy itt említettem, hogy 3 lépcsős ez a megmérettetés, és sokan azért kiestek a rostán, hiszen vannak kőbevésett szabályok, hogy kik kerülhetnek be ebbe az elit üzleti közösségbe. És ez évről évre bővült ezeknek a száma, ugye azon túlmenően, hogy ezt meg kell pályázni, minden évben újítani is kell. És az újítási folyamatban ez a megmérettetés újra elindul. Nyilván a megújítóknak egy egyszerűsített eljárás keretén belül, és mára, tehát 2019-re 74 vállalkozás nyerte el ezt a védjegy címet. Nem tudom, hogy a Ferenczi Fémipari Kft. Mikor csatlakozott, rögtön az elején, vagy azért kivárt a Kft., meglátta, hogy mi lesz ebből a védjegyből, aztán majd csatlakozott. Mi volt az út? Igen, a kérdés nagyon érdekes volt azonnal az elején, de nem ennyire egyértelmű azért ez a dolog, hiszen maga a megmérettetés folyamata, az is egy nagyon érdekes kérdés volt részünkről, hiszen nem csak gazdasági kérdésekben kell megfelelni itt a program kapcsán, hanem a megbízhatóságnak számtalan olyan aspektusát kell felmutatni, ami átgondolásra késztet egy vállalkozást. 4 évvel ezelőtt a cégünk, ami ugye alapvetően egy fémipari cég, fémtermék gyártásával, elektrostatikus porfestéssel, illetve CNC-s vágási, élhajlítási szolgáltatásokkal működik. Nem volt minden tekintetben egyértelmű, hogy most ezen mi kell, hogy megmérettessünk. Én ezt nagyon szorgalmaztam. Ügyvezető társammal együtt megvitattuk, Ferenczi Gábor az ügyvezető és tulajdonos társam. Megvitattuk, és azt mondtuk, hogy nézzük meg, mérettessünk is meg, illetve mindaz, amit a cégünk eddig képviselt, az esetleg, ha elnyerjük ezt a védjegyet, akkor ezáltal bemutathassuk mások számára is. Nem csak a megszokott, eddig megszokott módokon. Ugye a vállalkozók mindig a költségeket nézik, és hogy kerül valamennyibe, ez a védjegy akár kerül valamennyibe? Drága? Nem drága? Nem drága. Én azt gondolom, hogy a pályázóknak a nagy része mikro-KKV vállalkozás, de természetesen vannak a pályázók között nagy vállalatok is. Ez a cég súlyától és a cég formájától függ, hogy mennyi a pályázati díj. 10 000 plusz száfától egészen 40 000 forint plusz száfáig terjed ez a pályázati díj. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalkozás számára mindenféleképpen kifizethető. Itt nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy vállalja-e az a vállalkozás azt a tükröt, azt a hiteles tükröt, amit a minősítő csapat elétár. Ez egy nagyon fontos saját maga számára is, illetve kifelé, hogyha ezen megfelel, akkor nyilván egy bizalomvédjegyet kap ezért cserébe. Megérte?
beszállni ebben egy programba? Érdemes volt? Igen, tehát több szempontból is érdemes volt. Én kicsit átgondoltam ezt az elmúlt 4 évet. Amikor elkezdtük, 4 évvel ezelőtt, amikor jelentkeztünk rá, akkor a tükör szempontjából volt nagyon fontos. Illetve, ugye mivel a cégünk lassan 30 éves, ugye jövőre lesz 30 éves, azért az az örökség, amit mi az édesapánk alapította a céget, és ez egy második generációs cég, azok az értékek, amiket mi tanultunk, hoztunk a cég vezetésébe, és igyekeztünk áthozni, átültetni, megújítani, továbbfejleszteni, azok visszaköszönnek-e vajon más cégek tükrében is, vagy egy gazdasági szervezet tükrében. És ha úgy nézzük, hogy én... Most úgy nézem, hogy ebben az évben már 74 cég tagja. Most utána néztem, hogy pontosabban hányan kapták meg. 74 cég. Az elején ugye az Albert említette, hogy 46-an kezdtük, és most mi ebből a 74-ből 13-mal konkrét kapcsolatban vagyunk. És ebben vannak nagy cégek, fémipari cégek, akikkel alvállalkozói státuszban vagy mi gyártunk nekik, vagy ők készítenek nekünk valamilyen fém terméket, de vannak olyan szolgáltatók is, akikkel, ha például a munkatársainknak a nyelv képzéséről van szó, akkor igen, akkor megnézem, hogy itt van előttem a kiadványban, amelyben tudom, hogy még kikapták meg ezt a védjegyet, hogy a hatos és társával érdemes. Vagy hogyha a lézergépünk mellé jön az éves szervízre a kollega, és külföldről, és szállást kell neki biztosítani, vagy segíteni ebben, akkor igen, én azt ajánlhatom azt a partnert, aki nem is feltétlenül biztos, hogy Győrben található, de akkor a Győr baráti aranypatkó fogadóba kerülünk, mert ő szintén védjegy tulajdonos is, illetve a 4 év alatt kialakult egy olyan kapcsolat több védjegy tulajdonos között, több cég között, amely esetenként mondjuk kedvezményt biztosít a másiknak. Simán megkapta egyébként a Ferenc Kft. A védjegyet? Nem volt gond, vagy ilyenkor azért egy picit érdemes összekapni magát a Kft.-nek, több szempontot említett, nem csak gazdaságilag, hanem egyéb tényezőket. Szóval ez a tükör, ez milyen volt, és rögtön megkapták ezt a védjegyet? Igen, megkaptuk elsőre. A tükör igazából nekem, mint ügyvezetőnek, illetve az ügyvezetőtársamnak az volt a legérdekesebb, mert nyilván az a cég, ami mi már mondjuk 26 éve működik, az azért valamit valószínűleg jól csinál. De hogy minden területen jól csinál le, és mondok egy konkrét példát, hogy például mondjuk a társadalmi szerepvállalás, ami a védjegynél szintén egy alapkritérium, hogy abban milyen módon vesz részt, és azt hogyan fejleszti évről évre, hiszen évről évre is csak akkor kapja meg, ha fel tud mutatni új dolgokat, hogy abban mi vajon megfelelően tudunk-e szerepet vállalni. És ez a pályázatnak az írásánál ez a rész, ez komoly gondolkozást jelentett, mert először úgy gondoltam, hogy hát mi a kisebb vállalkozás kategóriába tartozunk, és a 30-35 fős csapatunkkal nem is biztos, hogy nagyon sok társadalmi szerepvállalás feladatot látunk el. Aztán a pályázat őszintén nagy örömömre segített abban, hogy ahogy átgondoltam, rájöttem, hogy mennyi mindenben részt veszünk, mennyi minden szervezetet támogatunk, hol milyen szakmai szervezetekben veszünk részt, és milyen munkát végzünk mi magunk vagy a kollégák, és ez segített bennünket, ez már egy áttételes hozadéka a dolognak, segített bennünket felismerni az ilyen irányú esetleges értékeinket vagy fejlődési területünket. 4 éve megy a program, ezek szerint életképes, és egyre több a vállalkozó, aki megpróbálja, és bevállalja a tükröt. Így van. A mi célunk, tehát elnökségi tagként és alapítóként nem az volt a cél, hogy ez egy tömeg szervezet legyen, tehát nagyon-nagyon sok vállalkozás legyen ebbe. A kevesebb, több elven haladva indultunk ezen a programon, és olyan mankókat adunk a vállalkozások kezébe, hogy gondolkozzanak el bizonyos kulcskérdéseken. És nem biztos, hogy az lesz a vége, hogy ezt a védjegy címet megkapja ez a vállalkozás, de el fog gondolkozni azon, hogy fontos-e ő neki a dolgozói elégedettség? Fontos-e ő neki a vevői elégedettség? Fontos-e ő neki azt, hogy új célpiacokat keressen, mert az üzleti élet változik?
nyakunkon, sőt, benne élünk már az IPANT 4.0-ba. Tehát a robotizáció elindul. Gondol erre a vállalkozás, hogy az ő szakmai területén ez okoz-e bármilyen problémát vagy kihívásokat? És ha ezeket végig gondolja ez a vállalkozás, és rászánja azt az időt, azt a körülbelül egy hónapos megmérettetési több lépcsős folyamatot, akkor minden áron biztos, hogy sikerre fog majd jutni. Nem biztos, hogy védjegy lesz a vége, de elgondolkozik azon, hogy mi lesz a jövő. És most gyakorlatilag, hogyha a védjegynek a jövőjét kellene mondjuk megjósolni, én azt gondolom, hogy már önjáró ez az egész folyamat. Tehát egymást ajánlják a vállalkozások, és a külföldi pályázatoknál is becsatolják azt a védjegy certifikátet, és a külföldi cégek, ahol kötelező kamarai tagság van, rákérdeznek erre, hogy kedves hölgyeim és uraim, mi ez az egész védjegy? Igen, ez egy minőség? Ez egy független szervezet bírálja el? Igen, kérem szépen, igen. Ugye itt egy fémipari Kft-ről igen. van szó, de nagyon sokfajta cég van. Számít az, hogy milyen tagozatba tartozik? Akár a kereskedőknek jobban megéri egy ilyen védjegyet megszerezni, mint akár egy fémipari cégnek? Vagy nincsenek különbségek minden vállalkozónak? Most már ez a védjegy a minőséget jelzi? Nem jellemző. Tehát ez a 74 vállalkozás, aki most védjegy tulajdonos lesz 2019-ben, a négy tagozatban nagyjából egyenlő arányban oszlik el. Tehát érdekes, hogy vannak kulcskérdések, amik az iparosok számára fontosak, van, ami a kereskedőknek, kézműveseknek és a szolgáltatóknak is egyaránt. Tehát nincs ilyen megkötés. Mi minden olyan céget, akiknél ezek a kulcskérdések, amiket előbb említettem, fontosak, akkor érdemes ezen elindulni, és ez mindenkinek jó, ez a cégeknek is jó, hiszen ez egy olyan védjegy, ami a bizalom elvén alapszik. És a bizalom, azt tudjuk, hogy ez egy kulcskérdés a napjainkban. A négy év hozott olyan tapasztalatokat, hogy bármilyen módon megváltozik a védjegy megszerzésének a joga, vagy változhat ez a rendszer, egy picit pontosítják esetleg a különféle eszközöket, lehetőségeket, szóval hogy néz ki a jövő? A jövő úgy néz ki, hogy januárban az alapítók, ez egy körülbelül egy 10 fős tím, aki össze fog ülni, és értékelni fogja ezt a 4 évet. Értékeljük azt, hogy kik azok a vállalkozások, akik ebben részt vettek, kik azok, akik kikerültek, vagy kik azok, akik nem kerültek be. Mert itt nem arról szól az élet, hogy aki pályázik, az mindenki megkapja ezt a címet. Sajnos jó néhányan elvéreznek, vannak olyan elemek, amik kőbevésett szabályok. Ezeket nyilván át kell gondolnunk. Ami egy újdonság, jelen pillanatban a kamara egy nagy megújulási folyamaton keresztül megy át, és a kamarának nagyon fontos az elismertségen kívül az ismertség is. Tehát olyan marketing elemeket fogunk itt a védjegy programhoz csatolni, ami további marketing elemeket adunk ezeknek a vállalkozásoknak. Hát én kívánom, hogy minél több vállalkozó felismeri ezt a lehetőséget, mert ezek szerint érdemes. Érdemes, és önöknek is mindenképpen érdemes a konkrétot, a péntekit, azt is nézzék meg vendégeinknek. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. A továbbiakban kellemes tévézést. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.